Arad mindig is a 13 vértanú városának tartotta magát, még akkor is, ha Aradon 16 vértanút kellene gyászolnunk, hiszen már 49. augusztusban Ormai vadász ezredest azonnal Hajnau fölakasztott, és az ő sorsából tudjuk, hogy Hajnau milyen sorsot szánt a magukat megadó honvédtiszteknek. Nagyon egyszerűt rögtönítélő bíróságot azzal, hogy ha megállapítják róla, hogy korábban osztrák tiszt volt, ha megállapítják róla, hogy harcolt az osztrákok ellen, akkor agyonlövik. Ha nagyon bűnös, akkor fölakasztják. Hajnaunak csak a megtörtént kivégzéseket kellett bejelentenie. A 13-ét, és utána még két kivégzést, Kazinczy Lajosét, aki későn érkezett ahhoz, hogy október 6-án ő is ott legyen, és Hauk Lajosét, aki az uralkodóháznak a vezető tagjai udalmazta bécsi forradalmár korában, a röpirataiban, és őt is felakasztották 1850. január végén, mégpedig egy nappal korábban, mint kellett volna, de a főporkoláb Urtika, őrmester, a Lichtenstein-s Valizsér ezredből disztótorra volt hivatalos, és nagyon szépen megkérte Haukot, hogy uraságodnak úgyis mindegy, úgyis felakasztják, akasztassa már föl magát egy nappal korábban, és Hauk ebbe belement. Úgyhogy így egy nappal rövidebb életet adott neki a sorsa földön. Az aradi várnak a szívében vagyunk. A várnak a szíve, ez a templom, amelyik a ferenceseknek a kezelésében volt. Tehát itt mindig a várban volt egy-két ferences szerzetes. Először Fejstritzer Rajmond, amikor a vár aztán 1849. július végén magyar kézre került, akkor utána meg Markóth Eduárd, aki aztán a vértanúk egyik gyóntatója is lett. A hátam mögött hát ez a templom látható, a vár templom, amelynek a tornyából a kivégzéseket meg lehetett volna tekinteni, csak éppen mindenkinek, minden fogolynak a zárkájában kellett tartózkodnia, ebben az időben senki nem mehetett ki, csak hallották, hogy kérdezi az egyik tiszt a bástya falon őrtálló katonától, hogy hányadik lóg már. És akkor felszólalt a csehországi rossz németséggel, hogy a hetedik. Innen tudjuk, hogy ez Aulich kivégzésének a pillanata volt, amit ez a fiatalember felmondott a bástyafokról. A gyakorlótérnek az egyik oldalán volt a parancsnoki épület. Ez először Hóviger tábornok volt itt a várparancsnok. Ez egy rettenthetetlen, kemény katonának játszotta meg magát, nem az volt. Utána rövid ideig Thun tábornok volt a várparancsnok, aztán meg Kastellitz tábornok. Na most ez a Kastellitz, ez 4 évig, egész haláláig, 54 végéig volt várparancsnok. Nagyon kedves, nagyon derék ember volt. Tisztában volt azzal, hogy itt igazságtalan ítéletek szólnak fogságra. Ezért például a parancsnoki kertet megnyittatta, a tiszti foglyok oda mehettek sétálni, beszélgetni egymással. Tehát mindig a várparancsnokon múlt az, hogy mit engedhettek meg maguknak, és mit sem az itt fogságban levő magyar tisztek és legénység. Október 4-e Ferenc József nevenapja volt, Ferenc nap, és mindenki azt várta, hogy akkor jön majd a futártiszt Bécsből a kegyelmi hírrel. Nem. Az osztrák hadsereg történetében soha ilyen vérlázítóan kegyetlen és ostoba, szigorú ítélet nem született. És ebben sajnos Ferenc Józsefnek személyesen is szerepe volt, hiszen Ferenc József javaslatára határozott úgy az osztrák minisztertanácson a kormány, hogy nem kell Bécsbe fölterjeszteni a halálos ítéleteket jóváhagyásra, hanem Hajnau kivégeztetheti őket, csak a megtörtént kivégzést kell bejelenteni. Schwarzenberg miniszterelnök, a halovány vámpír, ahogy nagyon találó a Széchenyi nevezte, ő mondta az Ferenc Józsefre, hogy sokkal jobb, hogyha az uralkodó keze a vértől tiszta marad,
és ezért Hajnaó viszi el majd a felelősséget, még az ő keze, Schwarzenberge is tiszta marad. Pedig Palmerszor, az angol külügyminiszter megmondta október 6-a után, hogy az osztrákok nem méltók az embernévre ezekkel a kegyetlenségekkel. A tábornokok általában a földszinten voltak elhelyezve, mindig lesték, hogy a főporkoláb mikor jár arra, mert a főporkolábnak kellett odaadni a kérelmező leveleket, csak az vihette a tábornokhoz, és csak így kaphatták meg az engedélyt, mondjuk, hogy valamilyen látogatót fogadhassanak. A kivégzés előtti éjszaka mindenki fogadhatott természetesen látogatókat. Damjanicné volt bent, Lánerné bent volt, nagyon szép olasz asszony volt, és azon az éjszaka a tábornokok a folyosón hallották, hogy egy fuvolán valaki a Lammermoor-i Luciából az Edgarnak a szomorú búcsúdalát, a Bell'alma innamorata, a szerelmes szép lelkem című áriát játssza a fuvolán. Ez Lanner György volt, akinek Lucia Conchetti volt a felesége, egy fiatal olasz nő, volt egy 5 éves kislányok, és így búcsúzott az ő Luciájától, a Lammermoor-i Luciának a búcsú áriájával. Azon a helyen vagyunk, ahol az akasztófára ítélteket kivégezték a Marosparton, közel a várhoz. Kijöttek a várnak egy északi kapuján, és ide hozták az embereket. Körülbelül egy gyenge fél óra séta volt, Aulichnak a szivarja pontosan tartott. Nem adta oda a papnak előző este, azt mondta, egy kell nekem holnap az utolsó útra. És milyen pompásan kiszámította, pont akkor aludt ki a szivar, amikor ide megérkeztek. És itt indult el aztán a szörnyű kivégzés, mert bizony az elég nehéz volt. Maga a hóhér nagyon tiltakozott ellene. Próbálta elmagyarázni, hogy mocsaras talaj, nehéz kiékelni a bitófákat, még a végén kidől valamelyik, kifordul, és így tovább. De nem. Sikerült a végén megoldani, baj nélkül. Csak annyi változást tettek, hogy nem egy sorban állt a 9 bitófa, hanem az 5. Nagy Sándor József bitófájánál egy kicsit hajlott a vár felé, a Marossal folyásával párhuzamosan ez a vonal. Rettenetes volt a kivégzés, alacsonyak voltak az akasztófák, és a hosszabb vértanúk lába leért a földre. Tehát ezeket a hóhérlegények belekapaszkodtak ott a térdükbe, és úgy rángatták őket, miközben fönt a hóhér megpróbálta a nyakukat eltörni. És ez általában könnyen sikerült neki, kivéve a legelsőnél. Pöltenberg Ernő egy pici ember volt, egy sportember volt. A kemény nyakat nem tudta eltörni a hóhér, úgyhogy nagyon kínos halála volt szegény Pöltenbergnek, és a többiek látták, hogy ez vár rájuk is. A következő Török Ignác volt, mert gyorsan végzett a hóhér. Állítólag már amikor a kötelet a nyakára tette Török Ignácnak, szívszélhűdés kapott az öreg utasztábornok, és ott egy hullát akasztottak föl. De a kiskutyája ott kikísérte Török Ignácot a kivégzéshez, és a kiskutya leült a bitófa előtt, és várta, hogy mikor száll le a gazdája arról a furcsa, magas izéről, és mikor mennek már haza. És úgy kellett elkergetni a kutyát, mert a kutya hűséges volt megindítóan. Lanner volt a harmadik, aki a Magyar Honvédség felszerelésének, felfegyverzésének a csodálatos vezetője volt, művelt, okos ember, kiválóan beszélt nyelveket, és nagyszerű szervező volt. Utána Knézics Károly, egy vakbuzgóan vallásos horvát határőr családnak a gyermeke, akinek egri szerb felesége volt, kapitány Bombin Katalin, és a rettenthetetlen hős személyes vitézségéről híres volt Knézics Károly, ez a kicsi, alacsony, szemüveges ember. Ez otthon papucsférj volt. Papucsfér volt, és a felesége nem volt itt a kivégzések idején, mert azt mondta, hogy Károly, nekem haza kell mennem, Egerben szület van. És hazament, és
és szegényke Nézics odaadta neki a két kitüntetését, meg volt neki a második és harmadosztályú katonai vitézségi érdemjele, a kisebbik lányának elküldte, és máig a család birtokában van. Utána őt Nagy Sándor József tábornok. A következőt Leiningen-Westerburg Károlyt, ezt a lovagias tábornokot, ezt az angol királynő rokonságába tartozó férfiút egyenest azzal vádolták, hogy Buda bevételekor osztrákokat mészároltatott le. Az ellenkezője volt igaz. Rengeteg tisztet mentett meg, hogy nehogy ott a kézi tusában valamelyik golyót kapjon, vagy egy szuronyt a szívébe. Úgyhogy pont az ellenkezője volt igaz. Leiningen is magas ember volt neki, és leért a lába a földre, de ha hihetünk balóbéni református papnak, ő nem szenvedett sokáig. Mint hogy nem szenvedett sokáig Aulik Lajos sem, az utolsó hadügyminisztere Kossuthnak, a másik Lajosnak. Utána jött Damjanics. És azt mondta, hogy azt hittem már az utolsó leszek, pedig a csatákban úgy emlékszem, inkább az első voltam. És leszállt is mankójával oda, küzdötte magát a bitófa alá, és ez rémes volt, mert Damjanics is 1,90 m körül volt, úgyhogy bizony a törött lábába kapaszkodtak bele, és azt hajlítgatták térben, iszonyatos kína között halt meg. És ekkor jött Vécsei Károly, az utolsó, akit azért hagytak utolsónak, egyrészt, mert a kivégzéseket szabályozó, uralkodói rendelettel megérkező Gründe gróf a személyes ellensége volt valami nőügy miatt Vécseinek, és ezért megtette azt a szívességet, hogy ő legyen az utolsó. És Vécsei, amikor felállt a zsámolyra, amit aztán kirántottak alóla, akkor hirtelen a Maros túlsó partjára nézett, mert ott valami rettenetes zaj volt. Kiderült, hogy az a sertés hizlaló telep, amelyiknek a tetején rengetegen álltak, hogy lássák a kivégzéseket az innenső parton, a vár mellett, az beszakadt a teteje, és még nézte, hogy mi is van. És utána a hóhér ott is elvégezte a munkáját. Sükla hadbíró kiadta neki a 9 kivégzésről az elismerő iratot, hogy foglalkozásánál a szükséges ismeretek birtokában volt. Ez az ember később pesti városi hóhér lett, és ha vidéken kellett gyakorolnia a hivatását, akkor mindig a Damjanics tábornoki köpenyében utazott egy fehér szűrben vörös zsinórokkal. Mert a hóhért illette az felakasztottak felső ruhája, és a hóhérsegédeket a fehér nemű. Mesztelenül kerültek a sírba a holttestek. Itt ezen a hármas kapun, amikor természetesen akkor nem volt ilyen romos állapotban, hozták ki a 4 agyonlövésre ítélt tábornokot. 2 ítéltek eleve agyonlövetésre, 2 pedig kegyelemből lőttek agyon. Liechtenstein herceg, kiváló osztrák hadtestparancsnok, együtt szolgált a huszároknál Dezsőfi Arisztiddel, és Dezsőfi Arisztid fiatal házas volt. Szeretett volna egy kicsit élni a feleségével, és ezért már török földön volt, de Liechtenstein rábeszélésére visszajött. Ebben a reményben, hogy megindul a házas élet egyáltalán. És Liechtenstein megígérte neki, hogy kegyelmet szerez számára. És amikor Hajnaut felelősségre vonta, hogy miért végezték ki Dezsőfit, azt mondta, de hát kegyelmet adtam neki, nem felakasztották, csak agyonlőtték. Hát ez volt a császári kegyelem. Kihozták ide a 4 golyóra ítéltet Kishernő altábornagyot, Varányi, magyar örmény ember, dúsgazdag földbirtokos, 14 mázsa ezüstjét kótyavetyelték el árverésen a temesvári várban. Svejdli Józsefet, a Ferenc csatorna építőmérnökének a fiát, Parányi 160 centinál is alacsonyabb ember volt, tehát kiváló volt huszárnak. Már a napoleoni háborúban is szolgált a huszároknál, és 1848-ban is a Sándor huszár ezredet Bécsből ő hozta haza. És itt Svejdl volt az, aki ugye a golyó általi halált megkapta, mert ő fegyverrel nem szolgált az osztrákok ellen, hiszen ő mindig a kormány székhelyének a városparancsnoka volt. Mint ilyen, ha valaki tett az osztrák foglyokért sokat, az Svejdl volt. Szépen meghálálták neki.
Dezsőfi és Lázár. Lázár Vilmos az egyedüli, aki csak alezredes volt eredetileg. Ezredesnek 49. augusztus 16-án Bemapó nevezte ki. Szépen felállították őket, aztán letérdeltették, mindnek bekötötték a szemét, egyedül kis Ernőnek, mint rangban a legidősebbnek engedték meg, hogy szembenézzen a halállal. Vesztére szegény ember, mert eldördültek a lövések, ugye közvetlen közelről lőttek rájuk, térdelő helyzetben voltak, és a puska szinte megérintette a testüket. Ráadásul ezek a nagyon hosszú csövű puskákkal meglehetős pontosan lehetett célozni, mégsem sikerült pontosan találni. Dezsőfi, Svejdl Lázár azonnal halott volt, de kis Ernő négy kézlábot vergődött a földön. Ott vergődött, mert a nagyon mohón puskát elsütő lövészek, azok nem jól találtak. Egy a következő sorból előlépő katona közvetlen közelről fölbelőtte, úgyhogy a lőpor befeketítette az arcát, és egyedül ő hanyadbukva feküdt itt. A többiek úgy, ahogy térdelő helyzetben ott maradt. Mivel estig elrettentő például meg lehetett nézni a hullákat, ezért így merevettek meg. És 1913-ban azt a kettőt, akit 48-49-ben, 50-ben nem vittek innen el, azokat kiásták. Hallatlanul érdekes, hogy a közös hadsereg milyen nehezen adta meg az engedélyt a két halottnak a kiemelésére. És amikor megjelent az a bizottság, amely kiásta a halottakat, akkor riadtan szaladt ide Hegedűs Ede az aradi vár térparancsnoka, hogy jaj, itt túl sokan vannak. De nem lesz semmilyen tüntetés, semmilyen, csak pusztán kiemeljük ezeket a hullákat. Nagyon nehezen lehetett megnyugtatni. Itt vagyunk az aradi református templomnak az előcsarnokában, a torony aljában. Emléktábla van szegény Kazinczy Lajosé. A szerencsétlen később tette le a fegyvert, mint a többiek, és a megfelelő időre nem érkezett még meg ide Erdélyből. A szabadságharc egyik legvitézebb hadosztályparancsnoka volt, hallatlan személyes bátorsággal, mellékesen Kazinczy Ferencnek, a magyar reformkor nagy író alakjának volt a legfiatalabb fiacskája. Amikor ő megérkezett ide, akkor az ítéleteket már kimondták, sőt a harmadik kihallgatásának a napján már meg is történtek a kivégzések. Így aztán ő szinte elfeledve halt meg. A hókér, aki felmondás idejét töltötte már akkor is, amikor az aradi akasztásokra sor került október 6-án, azután elment pestvárosi hóhértnak, nem ment vissza Brünnbe, ezért Kazinczyt csak agyonlőtték, Isten segíts meg szerencsétlen hazámat, mondta, mielőtt a golyókat fogadta, és a sánc árokban eltemették, és soha többet nem került elő a hullája. Ez az emlékmű, ez úgy született, hogy valaki megjelölte ezt a helyet egy 13 kiszáradt ágú eperfával. Gyönyörű, csak kár, hogy semmi köze a 13 vértanúhoz, hiszen a vértanúkat nem itt végezték ki. Az emlékművet itt 1867 után kezdték elhelyezni, először egy alapkövet, utána 1881-ben egy igénytelenebb kőből faragott obeliszket, ez később bedöntve az obeliszk feljáratának a hátsó oldalán lehetett megtekinteni, és utána a végleges obeliszket. És a 125. évfordulón elhatározták, hogy minden Romániában található vértanú sírból a csontokat áthozzák ide. 1974-ben ide kerültek a csontok. A csontok, amelyek addig részben különböző sírokban, részben pedig a kultúrpalotában, tehát a múzeumban voltak megtalálhatók. Mi került ide?
Ugye a négy elvitt vértanuló, Damjanicnak és Lánernek, akik 125 évig a Mácsai kastélynak a kertjében nyugodtak, Leiningennek, aki először Monyorón, majd a Boross Jenői katolikus templomban, az Acél család sírboltjában nyugodott, és Vécsei Károlynak, akinek a csontjai először egy aradi kriptában, később pedig a már megépült kultúrpalotában talált, majdnem végső otthonra. Mind a vértanúk ide kerültek 1974-ben, Kisernő maradt Jugoszláviában német eleméren, és Dezsőfi Arisztid, akit borzalmas körülmények között egy évvel a kivégzés után emeltek ki a komoly megvesztekedési pénz árán a homok sírból, a vár sáncból, és vitték el Sáros megyébe, Margonyába, ahol a Dezsőfi család kriptája a hegyen megtalálható, sokszorosan feldúlva. Itt állunk tehát, ahol nem végezték ki a vértanúkat, de ez az a hely, ahol minden évben a megemlékezés megtörténik. A 13 vértanúnak a szobrára természetesen gyűjtést rendeztek, és ezt a szabadsághoz 40. évfordulóján akarták felszentelni, de két dolog megakadályozta ezt. Az egyik az, hogy a gyűjtés a nagy lelkesedés ellenére nem hozta meg a várt eredményt, a másik pedig, hogy Huszár Adolf, akire a szobor elkészítését bízták, meghalt. És ekkor Zala György vette át, és sokat javított a szobron. 1890. október 6-án többek között Damjanicné jelenlétében avatták fel ezt a szobrot, hatalmas nézőközönség jelenlétében az aradi színház előtt. Most azon a helyen a felszabadító román katona hatalmas szoborműve áll, úgyhogy oda nem lehetett ezt a szobrot visszatenni. A szobor maga természetesen ledöntetett, és a várban várta meg azt a pillanatot, amikor kiszabadul, és akkor a Minorita templom mellé állították, Rács mögé, majd pedig utána ide a román-magyar megbékélés terére. És a fontos az, hogy ez a szobor áll. Az aradi magyarság számára a 13 vértanú egy olyan szimbólum, amely meghatározza önazonosságunkat. Egy olyan nemes kötelesség rájuk emlékezni október 6-án, ami egy szép örökség, amelyet tovább szeretnénk mi is adni. Amióta a szabadságszobor áll, Arad még inkább zarándok helye a kárpát-medencei magyarságnak. Szeretnénk, hogyha a továbbiakban majd a vár is látogatható lenne, ahol négy tábornokot végeztek ki, és mindenki meg is tekinthesse azt a helyet, ahol ők annak idején raboskodtak.